semleges térfél. Szurkolók a magyar fociról, feketén-fehéren. Találkozunk minden vasárnap, élőben. Keresd minket a Facebookon, és iratkozz fel a Semleges Térfél YouTube csatornájára. Köszönöm a kedves nézőket, ez itt a Semleges Térfél TV. Mellettem Boldog Tamás, a frissen kinevezett Diósgyuri vezetőedző. Miért vállaltad el ezt a igencsak kellemetlen pozíciót, amiben most ugye belekényszerítettek, vagy nem is annyira kényszerített? Hát azért nem olyan kellemetlen pozíció ez, úgyhogy mindenképpen örömmel és bátran vállaltam el ezt a lehetőséget. Azzal a szándékkal, hogy biztos vagyok benne, hogy tudok segíteni. Remélem, hogy amit eltervezünk, az sikerülni fog, és a jövőben egy olyan csapatot tudunk kialakítani, aki eredményes lesz. Mi az, amit elterveztetek? Tehát, hogy mire lehet számítani? Miben változik a Diósgyőr? Hát ezt így most nehéz nekem megmondani, hogy miben változik, mert nem tudom, hogy pontosan mi volt az elmúlt időszakban. Én abban bízok, hogy abban változik, hogy több pontunk lesz. Na most, hogyha ha már ezt elérjük, akkor úgy gondolom, hogy az már nem lenne olyan rossz. De abban bízok, hogy amit én elképzelek, vagy amit mi elképzelünk a stábból, azt meg tudjuk valósítani, és az alapján olyan eredményeket tudunk elérni a csapattal közösen, a szurkolókkal is közösen, természetesen, mert anélkül nem megy, ami azt eredményezi, hogy eredményesek vagyunk, és bennmaradunk az NB1-be. Milyen játékstílus szeretné játszatni a csapattal? Hát végül is én egy támadó futballnak a híve vagyok, amit úgy gondolom, hogy Magyarországon is meg lehet valósítani, és mindenképpen egy sokfutáson alapuló játékstílus az, ami engem végigkísért játékosként is és edzőként is. Na most én úgy gondolom, hogy ez megvalósítható itt, és bízok benne, hogy ez eredményes is lesz. De természetesen az, hogy most van 2,5 hetünk, az nem feltétlenül elegendő ahhoz, hogy azt, amit tökéletesen, vagy azt, amit én elképzelek, azt tökéletesen meg tudjuk valósítani. Most a válogatott szünete az igazából egy esély arra, hogy rendbe hozza a csapatot? Hát az mindenképpen szerencsés, hogy van 2,5 hét szünet, mivel a Bundesligába vagy Dániába is egy héttel kevesebb ez a szünet. Én úgy gondolom, hogy ez a 2,5 hét mindenképpen elegendő kell ahhoz legyen, hogy egy masszívabb csapatot lássunk a jövőben, és utána ugyanúgy a napi munkával próbáljuk azokat a hiányosságokat, amik megjelennek, vagy amik számomra is mindig új dolgok jelennek meg, azokat kiküszöbölni, és éppen ezért fontosak ezek az edzések, hogy egyre jobb és egyre jobb legyen a csapat. Diósgyőrben a szurkolók nagyon tudnak szeretni, és nagyon tudnak gyűlölni is. Hogy érzed, hogy fogadtak téged, mint új vezetőedzőt? Hát azt nem tudom, hogy fogadtak, én bízok benne, hogy jól fogunk együtt dolgozni, de hát ahogy eddig is mondtam, annak ellenére, hogy eddig a csapat nem úgy szerepelt, ahogy a szurkolók is elvárták, hogy valamit meg tudok mozdítani, és éppen azért, mert itt ezek a lehetőségek nincsenek kiaknázva, és tudom, hogy milyen szurkolói bázis, milyen erő lakozik bennetek, éppen ezért gondoltam úgy, hogy Magyarországon kevés olyan klub van, ahol tényleg egy bázis lehet megmozgatni, és hogyha eredmény van, akkor a szurkolók is beállnak a csapat mögé, és valami szenzációs dolgot lehetne elérni. Mik azok a lehetőségek, amik nincsenek kiaknázva még, amiket említettél? Itt játékosokra gondolsz, akik esetleg nem kaptak elég lehetőséget, vagy valamilyen olyan játékstílus, olyan felállás, formáció, taktika, edzés, módszer, amit behozná a csapatba, ami fellendíteni az egész klubot? Ez természetes dolog, hogy az új edző mindig új elképzeléssel jön, és új filozófiával, amit meg akar valósítani. Na most azért mondom, hogy nem tudom összehasonlítani, hogy volt az elmúlt időszakban, de én mindenképpen arra törekszek, hogy olyan focit játszunk, ami tényleg a szurkolót bevonza a stadionba, és tényleg olyan hangulatot teremtsenek a szurkolók, hogy élvezet legyen a labdarúgás. És ahogy az előbb említettem, Magyarországon nem sok helyen képzelhető el ez az erő, ami a csapat mögé be tud állni. Úgyhogy én mindenképpen bizakodó vagyok, és azért is mertem belevágni, és biztos vagyok benne, hogy azért ez működni fog. A csapattal mennyire találtad meg a közös hangot? Én úgy gondolom, hogy ez az elmúlt egy hét, ez mindenképpen pozitív volt. A csapat az abszolút vevő arra, amit mondok. Természetesen vannak hibák, amiket én próbálok kiavítani. Nekik is meg kell szokniuk azt a stílus, amit én képviselek. Úgy gondolom, hogy én világéletemben azért játékospárti voltam, és próbálok a játékos fejével is gondolkodni. De természetesen vannak szabályok, amik kőkeményen megkövetelek, úgyhogy eddig minden tökéletes, és bízok benne, hogy ugyanígy fog maradni. Milyen a Boldog Tamás féle edzői filozófiának a kiinduló pontja? Hát a kiinduló pontja az a megfelelő erőlét.
Igen, ugye az erőléten Storkmester nagyon sokat problémázik az NB1-ben játszó futballistáknál. Ez tapasztalható-e jelenleg a Diósgyőrnél? Hát ez olyan dolog, hogy amit én megkövetelek edzésen, azt a játékosok megpróbálják teljesíteni. Úgy látom, hogy van egy-két játékos, aki jobban léheg a kelleténél, de azért nehéz most azt a következtetést levonni, hogy itt vagy ott esetleg egy kis lemaradás lenne. Én bízok benne, hogy a csapatot egy olyan szintre tudom hozni, ami egy átlag feletti futómunkához fog vezetni. Látod azt a csapat, ami most nagyon akar bizonyítani, akár felé, akár a szurkolótábor felé? Mindenképpen. Látom a játékosokon is, hogy valamilyen szinten tudják, hogy ők a felelősek, ők is felelősek ezért az eredményért, bántja őket, de ugyanakkor ők is úgy érzem, hogy bíznak abba, hogy közösen is, velem együtt, a szurkolókkal együtt ennél azért jobb helyezést fogunk elérni, és a bajnokságban sikeresebben fogunk szerepelni. Nagyon magabiztos vagy. Mit gondolsz, melyik lesz az a csapat, akit megelőztök a kiesési versenyben? Ez teljesen mindegy. Nem az, hogy magabiztos vagyok. Én bízok a csapatba, bízok magamba, bízok ebbe a lehetőségbe. És a végén nem az fog számítani, hogy melyik csapat van mögöttünk, hanem az a lényeg, hogy legyen két csapat mögöttünk. Ehhez nagyon sok sikert kívánok. Köszönjük szépen. A műsor szakmai partnere a cégközép.hu, az amigélekén.hu, a lokiblog.eu, valamint a Gólterápia rádió műsor. Egy vérből valók vagyunk.